Ezzel az eszközzel gyűjtik be a különböző fák által kibocsátott polleneket. Pécsen elemzik ki a biológusok a mintákat, és kiderül, melyikből van sok a levegőben. Tulajdonképpen a mogyoró már január végén, február elején elkezd virágozni, tehát aki kirándult a pandémia idején, az láthatta, hogy a mogyoróbokrok virágoztak, sőt elég hamar elvirágoztak, és onnantól kezdve folyamatosan, ahogy fejlődnek a fák és ahogy kipattannak a rügyek, elkezdenek virágozni. Van olyan fa, ahol előbb borul virágba, mint hogy a levelei kijönnének, és onnantól kezdve a levegőben mindig találhatóak növényi pollenek kisebb-nagyobb mennyiségben. Ezt nagyon befolyásolja az időjárás, tehát amilyen hűvös tavaszunk volt most, jellemzően kevés volt az olyan nap, amikor nagyon magas pollen számot lehetett mérni összességében, hiszen az esős, hűvös, csapadékos napon lecsökkent a pollenek száma. Jelenleg több növénypollen koncentrációja van közepes tartományban Szekszárdon. Ezek közül a most virágzó platán okozhat légúti tüneteket az arra érzékenyeknél. Most a fák virágoznak, van amelyik jobban, van amelyik kevésbé. Az erősen allergizálók közül a nyír lassan elvirágzik. A nyár már elvirágzott és lassan a terméke, amit mindenki utál, ezt lehet mondani, ez a szöszös fehér termés jelenik meg a levegőben, ez nem allergizál. Ezen kívül lassan elvirágzik az éger, a juhar, ezek is allergizálóak, és a kevésbé veszélyes, így mondom veszélyes, bár egyik pollen sem veszélyes, csak legfeljebb érzékenyek vagyunk rá, a dió és az eperfa. Ez attól függ, hogy egy-egy város, egy-egy vidék milyen zöldövezeti környezetben fekszik, milyen fák a jellemzőek, de általában itt a déli területeken, tehát Pécs, Somogy, Tolna megyében jellemzőek ezek, hogy most a platánfa virágzik, és a fák, amúgy meg mindenhol most a fák virágoznak. Az elmúlt pár napban jelentek meg a pázsit fűfülék pollenjei a csapdában. Eközben a kőrizs virágzása is tart, egészen május közepéig elhúzódhat. A növény virágpora időnként magas koncentrációt jelez Szekszárdon. Nagyon fontos a zöld terület fejlesztéseknél, hogy megfelelő növényeket válasszanak ki. Néha romlanak a zöld terület minőségek, nagyon sok helyen beépítik őket, de az a kicsi, ami marad, ott mindig elindul, hogy ültessünk fát, nem mindegy, hogy milyen fát. A Nemzeti Népegészségi Központ közzétett egy ajánlást, ez megtalálható a honlapján, de ha bárki tőlünk segítséget kér, akkor ebben tudunk iránymutatást adni, hogy milyen növényeket érdemes telepíteni abból a szempontból, hogy egyrészt árnyékot is adjanak, sokáig zöldeljenek, főleg a nyári hőségnapokon, ugyanakkor a virágjuk ne legyen allergizáló. Az allergia szezon tehát elindult. Egyelőre azonban egyik növény pollen koncentrációja sincs magas tartományban, a Tolnai megye székhelye.